Két év kihagyás után ismét művészeti gálát tudunk rendezni. Kérem, engedjék meg, hogy bemutassam Csomor Dórát, aki ezt az estét vagy délután fogja nekünk levezényelni. Jó szórakozást kívánok! A művészet ugyanolyan szükséglete szellemünknek és jellemünknek, mint testnek a kenyér, léleknek a szerelem. Véghelyi Balázs szavait idézve szeretettel köszöntöm az Újkígyósi Széchenyi István Általános Iskola művészeti gáláján megjelent kedves vendégeinket. Külön köszöntöm Kunstár Anna Máriát, iskolánk intézményvezetőjét, Birinét Csérnyi Kéva és Rojt Vita intézményvezető helyetteseket, Botyánszki Pál László polgármester urat. Felkérem intézményünk vezetőjét, hogy néhány szóval nyissa meg rendezvényünket. Szeretettel köszöntöm a gálánkon megjelenő szereplőket, felkészítőket és vendégeket. Köszönöm polgármester úrnak, hogy megtisztel minket jelenlétével. Köszönetet mondok Zubán Károlynak a rendezvény megszervezéséért és Sertőzi Mariannának, aki magára vállalta a műsorhozlő összekötő szövegének összeírását, és Csomor Dórát is köszönet illeti, hogy mindezt el is mondja. Talán kevesebb, aki valamit én ezt az elő. Több évre nyúlik vissza, hogy ilyenkor június 4-én a Nemzeti Összetartozás napján, vagy egy ahhoz közeli időpontban gálát tartunk, ahol a művészeti tevékenységüket mutatják be diákjaink. Tudom, hogy úgy lenne igazságos, hogy a többi tantárgy esetén is megtegyük ezt, de félek, hogy a történelem, angol, matek, fizika, kémia tantárgyaknál ez nem lenne ilyen érdekfeszítő, így egyelőre ezzel nem próbálkozunk. A Nemzeti Összetartozás napja az 1920-as trianoni szerződés aláírásának évfordulójára emlékező, június 4-ére eső Nemzeti Emléknap Magyarországon, melyet 2010. május 31-én iktatott törvénybe az országgyűlés. Az országgyűlés a törvény elfogadásával kinyilvánította a többi állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, amelynek államhatárok feletti összetartozása valóság, és egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme. Az emléknap megemlékezik a nemzeti tragédiáról, de arra is lehetőséget nyújt, hogy tanúságot tegyen a magyarság összetartozása mellett, és bemutassa a határokon átívelő kulturális gyökerek, a közös nyelv és nemzeti érzés egységét. A mai napon mi is tanúságot tehetünk az összefogásról. A mai előadásunkon a műsorszámokat a jelenlegi határaikon belüli részekről, Nagy-Magyarországi és azon kívül eső területekről választottuk. Legyen egy szép esténk, jó szórakozást kívánok mindenkinek! Bodor Ádám szerint a művészi alkotás nem arra születik, hogy eredményesen beavatkozzék mindennapjainkba, inkább csak arra, hogy elvonatkoztatásai, túlzásai, megrendítő pillanatai révén közelebb kalauzolja a műélvező saját magához, és ha ez egyáltalán lehetséges, néhány pillanatra a világ megértéséhez. Ma mi is erre törekszünk. Jó szórakozást kívánunk önöknek! Gálánkat zalai népdal összeállítással kezdjük. Citerán előadják Kurucz Noémi, Elet Noémi, Suhajda Rázmin. Felkészítő Rázs Gyula. Thank you.
A Bakonyi Néptánc csoport Kecske játéka következik. Felkészítő Farkas Lilla és Hajdú Gergely. Yeah.
Kádár István kanásztánc. Fóvalán előadja Prágai Ramóna. Felkészítő Gyilik Dóra. József Attila szavalóverseny második helyezettje, József Attila Nem, nem, soha című versét adja elő. Felkészítő Magyar Mária. József Attila, nem, nem, soha. Szép, kincses Kolozsvár, bátyás büszkesége. Nem lehet, nem, soha. Hol leolszák inket? Nem teremhet bármit, a ráncnak kenyeret. Magyar szél fog fújni a Kárpátok felett. Ha eljön az idő, a sínek élnek. Ha eljön az idő, a magyar talpra kell. Ha eljön az idő, erős lesz a karunk. Várjatok testvérek, ott leszünk, nem adunk. Majd nemes haraggal rohanunk előre, vérkeresztet festünk majd a határkőre, és mindent vetítünk, az lesz a viadal. Szembeszállunk mi a poklon kapuival, bömbölben rohanunk majd, mint a tengeren, egy csepp félig küzdünk. S áll a magyar határ teljes egészében, nem is olyan régen, és csillagunk ismét tündöttik az égen. A lovogunk lobog, villámlik a kardunk, fut a gaz előrünk, hisz magyarok vagyunk. Felhatol az ég, haragos szózatunk, hazánkat akarjuk, vagy érte, meghalunk. Nem lész kisebb hazánk, nem. Egy arasszal sem. Úgy fogsz tündökölni, mint régen, fényesen. Magyar rógnám hegyen, egy kiáltás zúgál. Nem engedjük soha, soha Árpád honát. Grénzét. Furián előadja Dunai Norina. Felkészítő Puskás Sándor. Thank you.
Wilhelm Bock keringő című művét fogalázza Vikerlini. Felkészítő Kirik Dóra, zongorán kísér Hallgató Zoltán. Thank you.
úgy beszélj, hogyha a teremben egy vak ülne, téged hallgatva láthassa, ami a színpadon történik. Hasonlóképpen úgy mozog, hogy egy süket, ha tekintetével követ, minden beszédet megérthessen. Vallott a rabus tanza. Petőfi Sándor, dicsőséges nagyurak. A verset gázétény, a területi József Attila szavaló verseny első helyezettje adja elő. Felkészítő Magyar Mária. Petőfi Sándor, dicsőséges nagyurak. Dicsőséges nagyurak. Hát, hogy vagytok? Viszkete úgy egy kicsit a nyakatok. Új divatú nyakra való készül most számotokra. Nem cifra, de jó szoros. Tudjátok-e, mennyit kértünk titeket, hogy irántunk emberek legyetek? Vegyetek be az emberek során. Rimádhatott a szegény lény, és hiába. Állatoknak tartottátok a népet. Hát, ha most mint állat fizetti néktek, ha megrohan, mint vadállat bennetek, s körmét fogát véretekkel festi meg, ki a síkra a kunyókból mi jobb? Kaszát, ásót, vasvillákat fogjatok, az alkalom maga magát kínálja, ütött a nagy bosszúállás órája, ezer évig híznak rajtuk gazurak, most rajtuk a mi kutyáink hízzanak, vasvillára velök aztán szemétre, ott egyék a kutyák őket ebédre. Hanem mégse! Atyafiak, megállj! Legyünk jobban, nemesebbek, bűnárok. Isten után legszentebb a nép neve, fele becsülettel nékje. Legyünk nagyobb, amíg nyolcán, hogy az Isten gyönyörködjön szívünket. És örömében mindenható kezével fejeinket örök állásra készen. Felejtsük az ezer éves kínokat, ha az Úr most testvérünk befogad, ha elveti keménységét, címerit, s teljes egyenlőségünk elismerik. Nemes urak, ha akartok, jöjjetek. Itt a kezünk, nyújtsátok ki kezetek. Legyünk szemei, mindnyájan egy láncnak. Szüksége van mindnyájukra a hazának. Nem érünk rá várakozni, szaporán. Jókor van, holnap, késő lesz talán. Ha bennünket még mostan is megvettek, az Úr Isten kegyelme szinti meg. Fabian Petra, Joseph Haydn tánc című művét fólázza. Felkészítő Tormáné Pap Judit, zongorán kísér Hallgató Zoltán. Thank you.
Rákóczi Botond a Dolly Álma Ébredése című művet zongorázza. Felkészítő Zubán Károlyné. Felkészítő Farkas Lilla és Hajdú Gergely. Thank you.
A Zsiba csoport Hajari Kukori című produkciója következik. Felkészítő Farkas Lilla és Hajdú Gergely. Megnyerte a területi Jók Attila szavaróversenyt, Juhász Gyula
Trianon versének részét mondják. Felkészítő Magyar Mária. Juhár Gyula, Trianon részlet. Nem kell beszélni róla sohasem, de mindig, mindig gondoljunk rá. Mert nem lehet feledni, nem, soha, amíg magyar lesz és emlékezett. Jog és igazság, becsület, remény. Hogy volt nekünk egy országunk a földön, melyet magyar erő szerzett vitézül, s magyar szív és észtartott megbizon. 1000 évnek vére, könnye és verejtékes munkája adta meg szent jussunkat e drága hagyatékhoz. És nem lehet feledni, nem, soha, hogy a miénk volt a kedves Pozsony, hol királyokat koronáztak egykor, s a legnagyobb magyar hirdette hévvel nem volt, de lesz még egyszer Magyarország. És nem lehet feledni, nem, soha, hogy a miénk volt legszebb koszorúja Európának, a Kárpátok éke. És milyen volt legszebb kék szalag az Adriának gyöngös páta vísze. És nem lehet feledni, nem, soha, hogy Váradon egy Adi énekelt, és holnapot hirdettek magyarok. És nem lehet feledni, nem, soha, a bölcsőket és sírokat nekünk, magyar bölcsőket, magyar sírokat. Dicsőség és gyász örök fészkeit. Mert ki feledné, hogy Verecke útján jött e hazába a honfoglaló nép, és ki feledné, hogy erdélyi síkon tűnt a dicsőségnek múló egébe az ifjú és szabad Petőfi Sándor. Ő egymaga a diadalmas élet, út és igazság csillaga nekünk. Ha őt fogod követni gyászban, ányban, bolsorsban és kétségben, ó magyar! A pokol kapuin is győzni fogsz, s a földön föltalálod már a mennyet. Trianon gyászos napján, magyarok, testvéreim, ti szerencsétlen átkos, rossz csillagok alatt virraszva járunk. Ó, nézzetek egymás szemébe nyíltan, s őszintén, s a nagy, nagy sír fölött, ma fogjatok kezet, s esküdjetek némán, csupán a szív veréseivel, s a jövendő hitével egy nagy esküt, mely az örök életre kötelez, a munkát és a küzdés hirdeti, és elvisz a boldog föltámadásra. Nem kell beszélni róla sohasem, de mindig, mindig gondoljunk rá. Dobrotka Laura zongrázik, Maria Gerdi Amore. Felkészítő Zubán Károlyné.
hallgató Jászmin, aki a Békés megyei fafúvós versenyen aranyminősítést szerzett agyerő Gabriel Füré Szicília művét. Felkészítő Matkócs Kilona, zongorán kísér hallgató Zoltán. Trombita játék a következik. Star Wars Canton Band. Felkészítő Puskás Sándor.
iskolai énekkar az árját. Presser Gábor, ha eljönnek az angyalok. Balázs Árpád, Bodza Virág és Presser, hé, te mondd meg, színű dalokat éneklik. Felkészítő Zuban Károlyné. Thank you.